A sikeres emberek támogatója, Óbuda Békás megye önkormányzata. A jó vezető mindenkit motivál a közös célok és célkitűzések elérésére. Türelmes, nem csak a beosztottjaival, hanem önmagával szemben is. Tudja, hogyan kell csapatokat irányítani és kezelni a különböző válsághelyzeteket. Egy jó vezetőnek vállalnia kell a tetteiért és döntéseiért a felelősséget. Motivációt adni a munkatársaknak, hogy az adott vállalkozás elérje megfelelő céljait, profitot növeljen. De mi a helyzet a non-profit szférában? Ott, ahol a vezető nem a profitorientált légkör teremti meg, ugyanakkor nem elhanyagolható tényező a bevétel növelése sem bizonyos területeken. Sokan vannak olyanok is, akik egy-egy civil szervezetnél vagy állami feladatok ellátásában szeretnének karriert alakítani. Nekik szól most szakértőinktől pár útravaló, amitől igazán sikeresek lehetnek. Bármilyen területre igaz lehet, azonban ha közszolgálati vagy törvényekben meghatározott feladatokat látunk el, nagyon fontos, hogy mindig megfelelő kommunikációval rendelkezzünk, nem csak munkatársaink felé, hanem a célcsoport is kellő érzékenységgel kezeljük, mert a sikertitka egy összetett feladat, és magunknak kell elérni, ha szükségünk van rá. Ne féljünk segítséget kérni. Hamarosan egy sikeres életutat mutatunk be. Tanárként kezdte a pályát, aztán jogászként folytatta, és ma már egy egész városrészt vezet. A közösség első embere, és hogy milyen út vezetett idáig, mitől lett ő sikeres, erről beszélgetünk dr. Kis László polgármesterrel. Üdvözlöm, ahogy az imént láthattuk, a városrész nagy változáson ment keresztül. Bele is vágok a közepébe, mert hogy a sikeres leszek, szeret pozitív példákat bemutatni. Mi a sikertitka? Úgy gondolom, hogy a sikertitka a közösség. Üdvözlök mindenkit! Nagyon fontos számunkra, hogy amit a harmadik kerületben csinálunk, azt mindenkivel közösen csináljuk. Mert számos esetben láthatjuk, hogy sok ember sokfélét gondol sok mindenre. Ha már történelem, akkor ebben a kerületben van miről beszélni. Mit emelnél ki? Órákig lehet erről beszélni, hogy itt mi minden történik, és a múltunknak mekkora szerepe van a kerületben. Fontos azt is látni, hogy maga Budapest 150 évvel ezelőtt Óbuda, Buda és Pest egyesülésében jött létre. Ezért nekünk nagyon lényeges Budapest 150 programsorozat. De mégsem ezt emelném ki, hanem azt az elképesztő fejlesztést, amelyet a fővárossal közösen az Aquincum Múzeumban sikerült megvalósítani, ahol teljesen megújult a múzeumnak a külső tere, és csodálatos kiállítások is szerveződtek meg. Hát várunk mindenkit szeretettel, hogy megismerhessék nem csak a középkori, hanem az ókori Óbudát is, Aquincumot is ezen a területen. A fiataloknak, akik most állnak az élet előtt, a pályakezdés előtt, mit ajánl a közösség első embere? Azt kívánom mindenkinek, egyben azt ajánlom, hogy legyenek nyitottak, legyenek bátrak, csodálkozzunk rá a világra, de merjünk nyitni a világ felé. A jövő felé nyitottság és a felelősségvállalás szerintem a legfontosabb dolgok. Köszönöm szépen! A sikeres emberek támogatója, Óbuda Békás megye önkormányzata.